Isn't it strange that a gift could be an enemy? Én nagyon kívánok mindenkinek, hogy egy élvezhető, szép napot éljünk együtt a mai napon, és tényleg nézzük ezeket a pozitív példákat, mint egyéni, mint vállalati szinten nagyon támogatjuk. Milyen bioételeket lehet itt megkóstolni? A mai nap biotofuból készült hétműszerre párszor frikasszét készítettünk, illetve biomangalicából készült frikasszét készítettünk a vendégeknek, illetve különböző bioszörpöket tudnak megkóstolni a kedves vendégek, amit fekete ribizli, csipkebogyó, illetve bodza ízesítésben választottunk. És ha jól látom, újra hasznosítható tányérokba kapják mindet? Igen, újra hasznosítható tányérokból kapják a kedves vendégek, ami szintén újabb termékeket lehet belőle készíteni. Valóban te magad találtad fel ezt az autót? Hát ez egy picit túlzás, hogy én magam találtam fel ezt az autót. Én azt gondolom, hogy aktívan részt vettem a jármű kifejlesztésébe. Gyakorlatilag a 8 fős csapat vezetője voltam és vagyok. Előző években már építettünk járművet főként a Széchenyi futamra, ahol ezzel az autóval az idei évben megnyertük a futamot. És hogyan működik az autó? Gyakorlatilag most az autó 70 km/h végsebessége, ez főként a pálya és a futampályája igényei szerint alakítottuk ki. A hatótáv az durván 150 és 200 km. És ezeknek a napelemeknek itt hátul mi a funkciója? Gyakorlatilag a napelemnek inkább demonstratíve szeretnénk bemutatni azt, hogy igenis fel lehet használni a napenergiát a jármű hajtásánál. Ez nem számottevő, durván 50-60 wattóra teljesítményt képes adni ez a felületi napelem. Az tény, hogy segít és rátölt az akkumulátorra. Az itt látható kerékpár, ez az úgynevezett bringarömű, ami egy szokványos kerékpártól abban különbözik, hogyha hátulra megnéztek, akkor van egy dinamó rajta, egy nagyobb dinamó a szokásosnál, ez egy agydinamó, és erre a hagyományos ellentét, vagy a szokásos kerékpárok ellentétben nem a világítás van rákötve, hanem egy hangszóró. Pontosabban egy elosztóból rá van kötve egy csatlakozó, az az egyik oldalában megy az emperem lejátszó, onnan a zene jön, másik oldalról pedig a hangfal. És ha abba hagyom a tekerést, tehát megáll a kerék, akkor a zene is elhallgat, és amint újra kezdem a tekerést, akkor a zene is felhangosodik. És a gyakorlatban ezt mire lehet használni? Ez azt demonstrálja, hogyha ezt bárki kipróbálná, érezhet, hogy mennyire könnyű tekerni, és ilyen könnyű a tekeréssel is lehet áramot termelni. This one's called Maxilite. Mennyiben volt más az idei fenntarthatósági nap, mint a tavalyi? Hát abban, hogy ez már a második, itt kezdődik, sokkal aktívabb volt a kiállítói tér, tehát voltak alternatív autók, például a Széchenyi futamról, volt riksa szolgálat, volt szélgenerátor ténylegesen odakint. Az egész behirdetése egyébként más volt, mert tavaly nem hirdettük fesztiválokon a földlabdával. Nem volt ilyen aktivizálás, nem volt pályázat tavaly, például idén volt még pályázat is. És hát az ideinek a szakmai programja az tulajdonképpen arról szólt, hogy próbáljuk meg a fenntarthatóság fogalmát bevésni az agyakba, azaz társadalom, gazdaság, környezet együtt. És hát erre épült fel az egész. És a látogatók is többen voltak? A regisztráltak minden bizonnyal többen voltak, tehát tavaly 300 regisztráltunk volt, idén 587 regisztráltunk volt. Nagyon sokan beáramlódtak, úgyhogy se nem regisztráltak, se nem karszalag, de még most hátra van a buli rész, úgyhogy szerintem ott még azért lesznek egy páran.
Levezetésképpen akkor megiszunk egy biosört az after party? Simán. Because I am the spectacle, I will be your. But fighting for survival, and I will not see you. But it's my beauty.